Még soha nem játszottam gyerekeknek, és mindenre föl vagyok készülve. Egri Márta az egyetlen szereplője annak a mesejátéknak, amelyel elsődlegesen az általános iskolás gyerekeknek szeretne kedveskedni a Tatabányai Jászai Színház. A történet egy tündéről és az ő meséjéről szól. Éppen tegnap előtt múltam el 3000 éves. És bizony réges-régen elmúltak már azok a bánatos napok is, amikor Tündér anyám egy mesét mondott és Tündér nevet adott nekem, és az lettem, aki ma is vagyok, a sötétben látó Tündér. A mi sötétben látó tündérünk egy vak asszony, aki nem lát, és egy új élet kezdetén van egy otthoni kicsomagolás, kipakolás során, tehát egy költözés után, egy ismeretlen térben, ahol, tehát ugye ez mindenképpen nehezített pálya az ő életében. És miközben pakol, egy régi történetből merít erőt. És mire a meséje végére ér, addigra ő is beköltözött, és elkezdhet egy új életet. Az előadást a kamarateremben láthatja majd a közönség, így a színésznő még jobban tud reagálni majd azokra a reakciókra, amelyeket most a közönség nélküli próbákon még csak sejteni lehet. Én nagyon szeretem a Szobaszínházat. Pont ezért, hogy egy intim hely, és nem a nagy színpad, ahol olyan nagyon messze vagyunk a közönségtől, ez nagyon jó dolog. Az előadás különlegessége, hogy Egri Mártának ezúttal báboznia is kell. Mint mondja, az első pillanattól kezdve élvezi ezt a helyzetet. 100 év óta te vagy az első ember, aki egy jó szót szól hozzám. Hol jársz itt, ahol a madár se jár? Világszép málnácskát keresem, aki el van dugva egy üveg lekvárban a Fekete-tenger 77. szigetén, a földgolyó másik oldalában. Ugyan bizony hallottál hírét? A tárgyak ráadásul azonnal beindítják az ember fantáziáját. A történetet akár otthon is tudjuk folytatni, hiszen szinte minden kellék megtalálható a háztartásokban, amit a színpadon látunk. Hogy mit jelképeznek a zoknik, a porszívó vagy a virágcserepek, azt most még nem áruljuk el. Hiszen pont ez a lényeg, hogy akár mi is újra gondolhatjuk a történetet. Nyilván itt vagyunk a 21. század elején, egyre kevesebbet használják a fantáziájukat, mert egyre kevésbé kényszerülnek rá arra, hogy a fantáziájukat használják, mindent készen kapnak mindenféle kütyükön, amik hallatlanul izgalmasak, de az a jó értelembe vett mesehallgatás, amikor csak ülök és én magam képzelem el, hogy mi történik, én alkotom meg a fejemben a sztorit, az ma már egyre kevesebb. Az előadásra érdemes a szülőknek is beülniük, mert rengeteg ötletet kaphatnak például az esti lefekvés előtti mesemondáshoz. Meglátta a királyfit, ahogy nézegeti magát a tükörben, nagy mérgesen ráfújt. Kerekedett rettentő nagy szélvész, és úgy elfújta minden estül, hogy 77.000 mérföldig sem ér földet a lába. Én, mint felnőtt is nagyon szeretem a mai napig a meséket. Tehát gondolom, hogy minden felnőtt szereti a meséket, gondolom én. Azon kívül ez nem csak egy mese, hanem ugye tanít is valamit. Tanít arra, hogy legyünk bátrak, hogy ne féljünk a sötétben. Legyen képzeletünk, hogy ne féljünk a szeretettől. Tehát, hogy nem csak elmond egy történetet, hanem komoly tanulsága van. Hiszen itt mondja ki a mese közepén a sötétben látó tündér, hogy mi a mese, ennek a mesének mi a lényege. Ez a lényege. Hogy hogyan jut el Tökmag királyfi a Fekete-tenger 77. szigetének legsötétebb szegletébe, ahová már a kardját is fel tudja akasztani, kiderül a Jászai Színház előadásából, amelyet október 24-ig 5 alkalommal is láthat a közönség. Azzal fölugrott a sárkány a háromfejű táltos paripájára, és menten elindult a szökevények nyomába.